A képviselőtestület nevében szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, mindenkit, aki elfogadta a mai estére a meghívásunkat. És azt kívánom önöknek, hogy töltsék ezt az estét nagyon kellemesen. De még előtte, mielőtt a programok és a vacsora következik, szeretném köszönteni a körünkben jelenlévő polgármesterünket, Tének Gézát. Településünk plébánosának Horváth Gábort. Az önök szórakoztatására készülő óvodásokat, általános iskolásokat és azokat a felnőtteket, akik hozzájárultak, hogy ők nagyon szép műsorokkal szórakoztassák a ma este folyamán önöket. A korondi testvér településünkön
Vannak olyan szokások, hogy úgynevezett kortárs találkozókat tartanak. Most tudom, hogy a jövőben mi is nevezzük az idősek napja helyett a 60 éven túli a kortárs találkozójának ezt a napot, mert hát, ahogy még egyszer mondom, hogy hol vannak itt annyi idős? Hát fiatal emberekről van szó, fiatal asszonyokról, hölgyekről van szó, legalábbis az én szememben még mindenképpen azok, mert hát úgy kezelünk. Mindenki egyrészt annyi idős, amennyinek érzi magát, másrésztről pedig amennyinek látják mások. Hát én itt nagyon sok fiatal hölgyet és urat látok, és azt kívánom mindenkinek, hogy minél hosszabb ideig tudják megőrizni ezt az állapotukat, és legyenek aktívak, jókedvűek. A hivatalos részt én lezárnám azzal, hogy a jövőben is kérem önöket, hogy segítsenek bennünket azzal, ahogy eddig is tették, hogy elmondják a véleményüket, veszik, tehát nem kell ahhoz bátorság sem, hogy fölveszik a telefont, vagy megállítanak az utcán, és elmondják ügyes bajos problémáikat, hiszen becsehelyen akkor érezzük jól magunkat, ha mindenki jól érzi magát, és ahhoz pedig, hogy mindenki jól érezze magát, kell ismernünk egymás problémáit, kell tudnunk azokat, hogy melyek azok a problémák, amiket itt nekünk meg kell oldani. Úgyhogy kérem önöket, hogy legyenek aktívak, aki még dolgozik a munkában, legyenek aktívak, úgyhogy segítsék továbbra is a családjukat, és ehhez én kívánok önöknek nagyon sok erőt, egészséget és kitartást, és találkozzunk itt jövőre is, mindenkivel. Remélem, hogy így lesz. Köszönöm szépen. Azt, hogy ma ismét itt lehetünk, hogy ismét kaptunk egy napot, igen, egy napot, ami csak a miénk, ami csak nekünk és rólunk szól. Amikor is örömet akarnak, hogy szeretnének rakni a szívünkbe, ez talán majdnem mindig sikerül is, és mosolyt csalni a szemünkbe. Aztán köszöntöm Lébános úrat, Gábor atyánkat, és köszönöm megtisztelő jelenlétét. Köszönöm a hivatal dolgozóinak, akik ma pihenő napjukat feláldozták, értünk. Itt szorgoskodtak, tevékenykedtek. Köszönöm a tanároknak, az óvónőknek, a gyerekeknek, mindenkinek, aki csak akármilyen segítséget is tett értünk. Mert bizony ebben az őszi korban nekünk nagyon jól esik. Köszönjük. És most kérem, hallgassák meg az én őszi gondolataimat. Na, ha még a naptár nyárutóra, őszutóra utal, magunkban érezzük már, hogy a látszomás sal. Hisz elrohant már a nyár, és az ősz közelget, az elmúlásra titkon figyelmeztet. Elrohant már a nyár. Életünk ősze is lassan tova pereg, és a gyerekek bennünk látnak egy öreget. Igen, egy öreget, aki a munkban sokszor vissza-vissza néz, és szeretné újraélni mindazt, ami szép. Lassítaná az időt, megállítaná a legszebb perceket, de az időkerekét megállítani nem lehet. Az elmúlt idők fénye mára már emlék csupán, s mi elmelegünk a régi lángok parazsán. Amilyen hosszú volt az út, annyi szépet rejt a múlt. Ahogy este a nap leszáll, úgy válik múltál jelen, s mint pirkad a hajnal, a jövő csak sejtelen. Az ember a múltba ezerszer visszanéz, könnyűnek látszik, de néha már nagyon nehéz. Mosolyul a szánkon, vagy könnyes a szemünk, az emlék a miénk, és ilyen volt életünk. Hogy őszünk még meddig tart, Isten a tudója, mint ahogy annak is, hogy lesz-e neki derűs napsugara. Bármilyen legyen is életünk alkonya, kezedbe helyezzük, világ alkotója. Ha
hagyományosan fogjuk köszönteni a Király Mári nénit meg a Szőke Pista bácsit. Hát, így van, hagyományosan, mert olyan ügyesen tették a dolgokat, hogy nem hagyták, hogy bárki is leelőzze őket. Mivel senkinek nem sikerült ez a teljesítmény, hogy utolérje őket, vagy leelőzzék őket, úgyhogy Mari néni, Pista bácsi, most már maguk, ahogy az elején is itt mondtam nekik, hogy látom itt a pár, itt az ifjú pár, az örök ifjú pár, ők már egy párt alkotnak szinte, legalábbis ezeken az alkalmakkor a november végén. Önöket pedig arra biztatom, hogy hajrá, indul a startpisztoly, aztán próbálja mindenki őket elérni. Ők 96-nál tartanak. Mindenkinek jó versenyt is kívánok! Legyünk biztosak abban, hogy a Jóisten
látta minden lépésünket, és látja ezután is, és amit igazán érte teszünk, és neki teszünk, az ajándék, az szolgálat ő neki minden nap. Őszinte és tiszta lélekkel tudjunk járni a jó Isten előtt, és megköszönhessük neki mindazt, amit már elértünk, amit ő ajándékba adott. És ahogy az előbb hallottuk, most már hamarosan a vacsora következik, ezért mindjárt a helyünkön ülve az asztali áldást is mondjuk el. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Jöjjen Jézus, légyen végünk, áld meg a rúgat, áld végünk, Atya Uram, hogy jó lessék, Jézus neve kicsértessék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Jó étvágyat kívánok mindenkinek.
Yeah.